könyv hitelbeszélés, ami lehet egy lavafüzér is, de egy szellemi, spirituális szál összeköti őket, ami lehet akár Talpas Szilveszternek, a főhősnek a személye is, és az, ami Talpas Szilveszter hordoz magában, amit képvisel, hogy a túlélésén és a megmaradásnak, a lelki és szellemi megmaradásnak egyfajta képletét keresve. Ami valószínűleg nem csak 1849 őszétől 2006 őszéig él, hanem valószínűleg régebbről jön, és tovább is fog élni. Mikor Tábori László itt volt, Krúdy és Márai kapcsán a magyar embert, a magyar képletet próbálta fókuszba hozni. És akkor teljesen 20 centire kerültem fölfelé, hogy hát atyavilág, nekem is ez a fontos, én is ezt próbálom, ezt boncolgatom, hogy mi az a magyar képlet. Mi az a képlet, amitől valószínűleg nem csak 1100, hanem jóval régebb óta itt vagyunk, meg vagyunk, és Mohács óta, vagy a Budavárnak a bevétele óta nem lehetett minket innét kirobbantani, ráadásul nem csak a magunk fizikai létét, hanem a lelki-szellemi létét sem sikerült leépíteni. Ahogy itt a beszélgetéskor elhangzott, ez a több, mint túlélés. Több, mint fölállás a kudarcból, az a szerintem nem csak sok évszázados, hanem sok évezredes tapasztalat, ami a magyarságot akár Közép-Ázsiából, vagy akárhonnét idáig vezette, és nem csak megmaradásra, hanem egy haza, egy nemzet felépítésére, és annak az építkezésnek a továbbvételére készteti, akármi is jöjjön. Régi tervem volt, tehát általában a regények azok, tehát a regényeim nem egyetlen pillanat alatt jönnek ki. Tényleg egyszer csak úgy kipattant, mert amikor elkezdtem írni, akkor valóban 2006-nak az élménye még egészen friss volt. Aki hajlandó engemet elolvasni, szóval nagyon-nagyon sokszor megélem, meg sokszor van bennem a gyanú, hogy az én szövegeimet, az én történeteimet hajlandó-e bárki elolvasni, viszont több helyről hallottam visszajelzést, olyanoktól, akit nem vártam, hogy elolvastak engemet. Igazából, ha most azt mondanám, hogy kiknek ajánlom, azoknak, akik szeretnének egy kicsit a történelem mélyére, a saját történelmünk mélyére, a saját szívünk és a saját történelmünk mélyére látni. Én hétfőn ugyanaz az énektanár vagyok. Egész egyszerűen nem arról van szó, hogy most a szép irodalmat meg lehet érinteni, vagy itt lehet vele találkozni. Egy ember vagyok, aki ír. Egy ember, akit talán elolvasnak, de valójában mégiscsak ami nagyon-nagyon lényeges, hogy akik itt vannak velem egy intézményben, azoknak ember legyek. Tehát ne egy úgymond híresség, hanem az elő, az énektanár.